This conference will now be recorded. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit ezen a napfényes, szép délutánon. Ismét KKV Klub, most már megszokott online formában jelentkezünk is be. Ugye a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Parkkamara Szolgáltatási Tagozatának KKV Klub rendezvényén ülünk, és szokás szerint ma is egy aktuális témát szeretnénk vendégeink közreműködésével feldolgozni. Az elmúlt hetekben a kialakult koronavírus és ezzel kapcsolatosan kialakult gazdasági helyzetre tekintettel számos vendégünk volt már, akik jó gyakorlatokat, állati jó gyakorlatokat, vagy éppen munkajogi kérdésekben adtak segítséget a megjelent vendégeink számára, a cégvezetőink és cégtulajdonosaink számára. Ma még, hát nincs is talán ennek most nagyobb aktualitása, mint ma, szerencsésen sikerült így összehozni, hiszen ugye tudjuk, meg hallottuk, ma jelentésre küldtek azok a lazító intézkedések, amelyek jövő héttől életbe lépve, mondjuk a vendég látó helyek irányításával standoknak a megmaradó lehetőséget, és hát a gazdaság is egyre inkább újraindulóban van, halljuk, hogy a nagy cégek, akik leállásban voltak, azok is újraindítják a termelésre. És azt gondoltuk, hogy talán érdekes lehet nektek egy olyan téma, amely során megpróbálunk egy kicsit tanácsokat adni szakértői segítségével arra, hogy ezek az újraindulások során hogyan óvjuk a munkatársainkat, hogyan óvjuk a partnereinket, akik nagyból térnek hozzánk. És ebben kértünk két nagyon neves szakmai embert, hogy legyen működjön közben, és engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Györfi Pál, az Országos Mentorszolgálat szóvivőjét, és dr. Kis Imrét, a megyei tisztifőorvosunkat. Először Györfi Pált kérném, hogy egy röviden foglalja össze a mentőszolgálatnál, tekintsük úgy egy vállalatot, hogyan viszonyulnak ehhez a helyzethez, mit tettek a kollégáik védelmében, mit tesznek a partnereik, talán a betegek vannak a betegek védelmében. És utána dr. Kis Imre fog következni. Szeretettel köszöntöm a kis konferenciánk összes résztvevőjét. Először hadd teszteljem le, hogy érthetően a hang és a kép is rendben van? Szuper. Igen, köszönöm szépen, hogy kérdeztél. Hadd kezdjem akkor egy kis bemutatkozással, na nem személyes bemutatkozással, hanem egy picit a mentőszolgálatról egy pár információt hadd osszak meg, hogy ennek a kontextusában vagy ennek a tükrében tudják értelmezni az információkat. Ugye nagyvállalati méretről beszélünk, 8000 munkavállaló, akik az ország 255 mentőállomásán tevékenykednek, és körülbelül olyan 750-800 mobil egységünk, mentőautó mentőegységünk járja az országot alapból. Tehát ezek az alapfeladataink, hogy mi évente 1,2 millió embernek nyújtunk segítséget, ez alatt több mint 40 millió kilométert tesznek meg a mentőautók az utakon, és mindannyian tudjuk, hogy ezek a feladatok, ezek nagyrészt kiszámíthatatlanok, kevés az olyan elemük, ami jól tervezhető, vagy pontosan tervezhető. Ugyanakkor egy ilyen vállalatot, vagy intézményt irányítani tervezés nélkül lehetetlen volna, tehát az elmúlt években egyre többet tettünk azért, hogy a legkorszerűbb vállalatvezetési módszereket és a digitális technológiát a mentőszolgálatnál is tudjuk alkalmazni. Nagyjából az utóbbi két évben történt meg a mentőszolgálat digitális átállása, kiváltottuk a papír alapú dokumentációt, és ma már az operatív területen is, hogyha beérkezik egy hívás hozzánk, akkor gyakorlatilag minden egyes láncszeme ennek a kommunikációs láncnak digitálisan halad előre, egészen odáig, hogy amikor a mentőegység a kis táblagépén megkapja a feladatot, a betegadatok is ide kerülnek be, az összes további ellátási információ bekerül ebbe a digitális adatlapba, amit aztán a feladat lezárásakor egy enter gomb megnyomásával beröptetnek az egységes egészségügyi szolgáltatási térbe ebbe a digitális felhőbe, ahonnan aztán a beteg vagy az arra jogosult egészségügyi szereplő kórház
is hozzáférhet. Nos, a tervezés nálunk egy nagyon fontos és a mindennapi működés monitorozásával állandóan update-elt folyamat, és sokféle tervünk közül az egyik mindig is az úgynevezett pandémiás terv volt. A pandémiás tervvel arra próbáltunk felkészülni, hogy milyen intézkedéseket kell tennünk akkor, hogyha egy járvány olyan mértéket ölt, hogy egyrészt az igénybevevői oldalon, a szolgáltatás igénybevevői oldalon egy megnövekedett igényt, akár szélsőségesen megnövekedett igényt generál, másrészt pedig ugye ennek a járványnak nyilván meglehetnek a munkavállalókra nézve a mentőszolgált dolgozói számára is a negatív hatásai, úgyhogy erre volt tervünk. Amikor az első információk érkeztek Wuhanból, akkor nyilván sokunknak a fejében kigyulladt egy ilyen képzeletbeli piros lámpa, hogy úristen, hát ez akár ide is elérhet, tehát világjárvány lehet belőle. Nekünk igazából ugye ezeket a terveket kellett leporolni idézőjelben, megnézni azt, hogy a készleteink hogy állnak, illetve amikor aztán a kormány kiirdette az egészségügyi veszélyhelyzetet, akkor az operatív törzs döntéseit, intézkedéseit kísérve a mentőszolgálatnál is megjelentek olyan plusz feladatok, amikre nekünk újra kellett gyakorlatilag tervezni a folyamatainkat. Ilyen plusz feladat volt egyrészt a COVID-gyanús betegek szállítása, később ez kiegészült a már igazoltan COVID-fertőzött betegek szállításával. Egy új feladatként jelent meg nálunk a járványügyi mintavételezésben való közreműködésének két technológiája is, az egyik az egy sejtmintavétel, ami a felső légutakból történik, a másik pedig egy tesztelés, ami vérmintából történik. Nekünk mindig is voltak ilyen szakmai eljárásrendjeink, de nagyon fontos volt, hogy ezek szinkronban legyenek, vagy helyesebben azon alapuljanak, amit az erre feljogosított szervezet és a témagazda, esetünkben ugye az NNK eljárásrendeket készített, tehát az első pillanattól kezdve egy folyamatos kapcsolatban voltunk az NNK-val, és ennek is köszönhető, hogy ugye minden ilyen folyamatban, amikor változást kell menedzselni, akkor az első egy-két nap a legnehezebb, hiszen akkor kell beindítani az új folyamatokat, akkor kell újra tervezni sok mindent, tehát ezt végül is sikeresen megoldottuk, és miközben a betegellátás volt az első számú fókusz, tehát a feladatainkat tudjuk a lehető legjobban ellátni, hiszen emberéletek múlhatnak rajta. Ezzel párhuzamosan mi ugyanilyen fontos kérdésként kezeltük a saját dolgozóink védelmét, hiszen az egészségügyi dolgozók megbetegedése, talán nem is kell nagyon magyaráznom meg, bizonygatnom, hogy mennyire gyorsan visszahat aztán a betegek ellátására is. Úgyhogy létrehoztunk országszerte úgynevezett mentesítő zónákat, ugye ilyen alapvetően a mentőszolgálatnál eddig nem létezett, de szükség volt rá, és szükség van most is. A mentesítő zóna egy olyan hely, ahova a COVID-gyanús betegeket, illetve a COVID-dal kapcsolatos feladatokat ellátó mentőegység a feladat végeztével begurul, és ott a fertőtlenítést megfelelő körülmények között el tudja végezni, a védőfelszereléseket veszélyes hulladékén nyilván tudják kezelni, illetve tudja cserélni, új felszereléseket tud magához venni. Tehát ilyet minden megyében létrehoztunk, vannak megyék, ahol kettőt is, hármat is. Nos, ez volt az egyik új feladatunk. A másik pedig a készletgazdálkodás, hiszen nekünk többféle forgatókönyv közül mindig a legrosszabbra kell fölkészülni. Tehát, hogyha ebből tömegjárvány lehet, hogyha átlép Magyarországon a csoportos megbetegedések szakaszából, a tömeges megbetegedések szakaszába a koronavírus járvány, akkor nekünk ott az átlagosnál többször több beteget, tehát sokszor több beteget kell ellátnunk, ennek minden felszerelésbeli szükségletével együtt, tehát készleteket kell egy gyorsan teremteni, méghozzá egy olyan környezetben, amiről biztos mindenki hallott, hogy ugye világszerte ugyanezzel a kihívással állt szembe minden ország és minden egészségügyi szolgáltató, tehát egy hihetetlenül nagy igény volt a felszerelésekre, de nekünk szerencsére itt Magyarországon sikerült ezeket a felszereléseket folyamatosan biztosítani a bajtársainknak, illetve folyamatosan növeltük azokat a készleteket, amik most már sok heti, sőt hónapokra elegendő védőfelszerelést jelentenek. Miközben szerencsére úgy látjuk, de hát nyilván utánam tiszta főorvos úr lesz az, aki autentikusabban tud majd erről beszélni, úgy látjuk, hogy szerencsére
ezt majd később szeretném pontosítani, sikerült lelapítani vagy laposítani azt a görbét, ami ugye a legrosszabb esetben meredeken futott volna föl. Sikerült elkerülnünk azt a helyzetet, hogy az egészségügyi ellátórendszerre szinte már elviselhetetlen terhelés jusson. Azért mondtam, hogy egy picit pontosítanék, mert ugye azt a kifejezést használtam, hogy szerencsére sikerült ellaposítani. Nos, azt gondolom, hogy a szerencse persze világnézettől függően fontos tényező lehet, de ugyanakkor ebben rengeteg munka van. Tehát az, hogy Magyarországon most itt tartunk, és hogy ilyen nyugodtan tudunk beszélgetni, ez egyrészt köszönhető annak, hogy jó döntések születtek jó időben, viszonylag korán kezdődtek azok a komoly lépések, amikkel sikerült Magyarországon a járvány terjedését lefékezni. Másrészt pedig a lakosságnak óriási szerepe van ebben, beleértve azokat is, akik most ott ülnek a képernyők előtt, és akiknek így ezúton is szeretném megköszönni, hogy betartották ezeket a szabályokat, hallgattak a figyelmeztetésekre. Ugye nekem is egy új szerep volt ebben az időszakban, hogy mentő szóvivőként szerepet kaptam a járványügyi kommunikációban, méghozzá a lakosság felé ezeket a figyelmeztetéseket én tolmácsolhattam, és ez számomra is egy fantasztikus érzés, hogy látom, hogy valóban ennek volt hatása, és az emberek úgy az otthonmaradási figyelmeztetést betartották, mind ugye a közvetlen kontaktusok elkerülésére való távolságtartási tanácsokat, és most ott tartunk, hogy optimistábban nézhetünk előre, de az optimizmusnak azért nyilván vannak reális határai, hiszen a járvány az én olvasatomban ugye lefékeződött, de a vírus ettől nem lett más, tehát nyilván itt sokféle szempontot kell a döntéshozóknak összehangolniuk. Az ország működőképessége egy nagyon fontos szempont, hiszen ha a gazdaság megrokkan, akkor az visszahat aztán az emberek egészségére is, tehát ahogy a miniszterelnöki bejelentésben is elhangzott, most következhetnek azok a nagyon átgondolt, fokozatos lépések, amikkel próbáljuk, vagy próbálják az ország működését kicsit katalizálni, de úgy folyamatos kontroll mellett, hogy közben azért a járvány szempontjából se veszítsük el azt az előnyünket, amit eddig megszereztünk, mert ha most elszabadul a vírus, akkor valószínűleg hamarosan megint csak ott tarthatunk, amit el szerettünk volna, és el tudtunk kerülni eddig. Tehát a mentőszolgálatnál most egy olyan békehelyzet van, ami egyébként tükrözi azt a mutatószámot, amit sokszor az infektológus szakemberek szoktak használni, ugye ez, ha jól idézem, akkor ez a reprodukciós ráta, majd ezt főorvos úr esetleg kifejti bővebben, ugye ez arról szól, hogy mennyire sok embert fertőz meg egy beteg, és ugye ez alapból, ha jól tudom, ha a vírus szabadjára engedték volna, akkor 2-3 embert jelentene per beteg, tehát ez a reprodukciós ráta alapvetően 2-3 között van. Hogyha ez sikerül egyre csökkenteni, akkor gyakorlatilag stagnál a járvány, hiszen egy fertőzött egy ember betegít meg. Ha pedig egy alá visszük, akkor a járvány visszahúzódik, hiszen folyamatosan csökkenhet a betegek száma. Magyarországon tehát sikeresen egy körüli értékre, sőt lehet, hogy az alá is értünk, de hát ez addig van így, ugye amíg valószínűleg előbb-utóbb lesz egy védőoltás, ebben reménykedik mindenki, vagy pedig amíg ezeket a korlátozó szabályokat mindig a járvány veszély mértékének megfelelően használjuk. Úgyhogy én továbbra is arra kérek mindenkit, hogy ezeket figyelje, mindig aktuálisan, most már nem csak országosan, hanem akár területekre bontva is megvannak azok a döntések, hogy hol milyen korlátozásokra van szükség, ezeket érdemes betartani. De hogy egy kicsit optimistában is, vagy a pozitív oldalt is nézzük, én azt látom, hogy szükségszerűen egy csomó mindent megtanultunk. Megtanultunk itt Magyarországon Semmelweis Ignác hazájában kezet mosni, ami azért egy régi adósságunk volt, és én magam is sokszor beszéltem már erről, a gyerekeimet is tanítgattam, de igazából én is újra tanultam, hogy 20-30 másodperc alatt mit kell csinálni ahhoz, hogy valóban a kezünkön a kórokozók túlélési esélyét minimalizáljuk.
Megtanultuk azt is, hogy a személy higiéne mennyire fontos, és hogy milyen kockázata van mindannak, amit eddig öntudatlanul az elmúlt években, évtizedekben csináltunk. És egy kicsit megtapasztaljuk most ezt a közösségi élményt is, hogy egy csónakban evezünk, mindannyiunk hasonló problémával küzd, és a megoldást is valószínűleg együtt fogjuk megtalálni. Miközben azt is megtaláltuk, vagy megtanultuk, vagy megéreztük, hogy mennyire fontos az alkalmazkodás képessége. Hogy eddig is használtunk digitális megoldásokat, de nem voltunk például arra rákényszerítve, hogy egy ilyen találkozót most az online térben valósítsunk meg, és én is remegő kézzel kapcsolgattam itt a főpróbán, hogy most hol látom a kamerát, hogy hallom a hangot, stb. Tehát sokkal jobban tudunk ilyen eszközöket használni. Egy kicsit ugye a fejlődés útjára terel minket ez a helyzet szükségszerűen. És ez a változáshoz való alkalmazkodás képessége szerintem az elmúlt években már mindenki tisztán látta, hogy ez fontos. Fontos a sikerhez. De talán most még jobban látjuk, hogy az elkövetkező időszak gazdasági nehézségeiben is, nyilván ez lesz a kulcs, legalábbis én így látom, hogy aki jobban tud alkalmazkodni, annak nagyobbak lesznek az esélyei sikerhez, de biztos vagyok benne, hogy akik most itt vannak, és akik most hallgatnak, és talán látnak is, ők bennük ez feltétlenül közös, hogy nyitottak minden újdonságra és változásra, ami már egy óriási esély a boldogulásra a jövőben. És én abban reménykedem, én azt mondtam, mint interjúban is, rögtön az elején elmondtam, hogy én semmiképpen sem szeretnék szakértőnek tűnni, hiszen én mentőtiszt vagyok alapvetően, de nem vagyok infektológus, nem vagyok járványügyi szakember, de magánemberként én abban bízom, hogy ha betartjuk ezeket az intézkedéseket, akkor mármint az ezeket alatt azt értem, hogy mindig az aktuális intézkedéseket, hiszen amiket Magyarországon az operatív törzs kihirdett, amögött egy komoly szakértői csapat áll, benne a legkülönbözőbb szakterületek tudósai. Tehát, hogyha betartjuk ezeket az aktuális intézkedéseket, szabályokat, korlátokat, akkor nyáron azért valamilyen szinten fellélegezhetünk, és a járvány visszahúzódhat, és én továbbra is abban reménykedem, hogy az a network, ami itt a világban kialakult a kutatók között, akik egyrészt gyógyszerfejlesztésen, másrészt védőoltás fejlesztésen dolgoznak, ez a network gyakorlatilag azt jelenti, hogy a világ tudásbázisa így összegződik, ennek gyors eredménye lehet. Úgyhogy én a mentőszolgálat szempontjából egyrészt szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy a bajtársaimra bármikor számíthatnak, és egyben azt kívánni mindannyiunknak, hogy erre ne legyen szükség, és ezt az egészségügyi szempontból fennálló veszélyhelyzetet, amiről eddig beszéltünk, minél rövidebb gazdasági veszélyhelyzet kövesse, és az ország képes legyen akár még győztesen is kijönni ebből a helyzetből. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Győfi Pár mentőszolgálati szóvivőnek az összefoglalat. Szerintem nagyon érdekes volt, főleg abban a tekintetben, hogy ugye egy abszolút érintett szervezet, egy nem is kicsi szervezet, hogyan alkalmazkodott és hogyan látja ezt a helyzetet. Az mellett, hogy azt gondolom, hogy a cégeink többsége is valami hasonlót tett. És talán az a gondolat, amit Győfi úr elmondott, hogy az új dolgok, a változás, az annak nyertesei is lehetünk akár, ha ezt ügyesen használjuk a jövőben. Ez egy nagyon fontos tanulság ennek a helyzetnek is, az mellett, hogy talán, és ez a KKV klub is talán ez bizonyítja, hogy az összefogás, ami ilyenkor jellemzi akár a vállalkozókat, akár a magánembereket, az nagyon sokat segíthet. Győfi Pár, nagyon szépen köszönöm. Kérem, ha tud maradjon, tisztelt főorvos úr biztos érdekes dolgokat fog mondani, de tudjuk, hogy el kellene menni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, amikor kikapcsolódik, akkor nyugodtan tegye ezt meg. További jó egészséget és kitartást a mentőszolgálat összes munkatársának. Azt gondolom, hogy egy ember felett itt teljesítően. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És akkor megkérem dr. Kis Imre megyei tiszti főorvos doktor urat, hogy ő is foglalja össze azt, hogy mi is ez a pandémiás terv, egyáltalán egy cégnél ezt hogy kell értelmezni, illetve itt az újraindulással kapcsolatosan, ezt beszéltük meg, az újraindulással kapcsolatosan mire figyeljen egy vállalat, hogy megóvja munkatársai egészségét, és esetleg természetesen a partnereit is, akik esetleg meglátogatják, betérnek hozzá. Doktor úr, ön jön szó.
Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a felkérést, és be kell valljam, én is ilyen digitális konferencia szűz vagyok, tehát ugyanúgy izgultam, hogy Györfi Pál a tegnapi nap folyamán, hogy hogyan működik ez, hogyan lehet csatlakozni, milyen lehetőségei vannak ennek a dolognak, és úgy látom, hogy ez nem csak járvány idején, hanem a későbbiekben is egy nagyon jó használatú technológia. Nem kell utazni, nem rabolja el az ember idejét az, hogy közlekedik, és mindenkivel tud találkozni, akivel akar. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy ilyen informatikai képzésben is részesültem az elmúlt. Amit Györfi Pál elmondott a járvány folyamatról, az Győr-Moson-Sopron megyében is igaz. Ugyanúgy elmondható, hogy a járványgörbe ellaposodott, a betegek száma, vagy a pozitívok száma az utóbbi napokban nem emelkedik, és ez köszönhető nagy részt annak, hogy a lakosság ilyen tudatos módon viselkedik, hogy ezeket az operatív törzs és a kormány által meghatározott szabályokat ilyen következetesen betartjuk. Én úgy gondolom, hogy ez a járványnak az első hulláma volt, lesz ennek a járványnak még egy következő hulláma is, amikor ugye kicsit szabadabbra engedik az embereket, több lesz a kontaktus, valószínűleg emelkedni fog a pozitív esetek száma, de ezt is lehet már kezelni, és tudjuk, hogyha milyen beavatkozások mentén tudjuk ezt a megbetegedés számot csökkenteni. Amire a felkérés szólt, az a pandémiás terv készítésének a szempontjai. Én összeállítottam egy rövid PowerPoint előadást, hogyha ezt vetíthetném, akkor lehet, hogy mindenkinek még érthetőbb lenne a dolog. Ildikó, ad nekem egy screent. Most már azt látjuk, amit ön, doktor úr. Akkor jó. Na, tehát akkor az én képernyőmet is látják, vagy csak a PowerPointot? Látjuk önt is. Jó. Akkor a bevezetőként a pandémiáról néhány szót. A pandémia az egy olyan fertőző betegség, ami az egész világon elterjed. Maga a fertőző betegség egy olyan betegség, amit egy fertőző ágens vagy annak a terméke hoz létre, és képes emberről emberre, vagy állatról állatra, vagy állatról emberre terjedni közvetett vagy közvetlen módon. A fertőző betegségnek különböző megjelenési formái vannak. Az egyik az a sporadikus, amikor a fertőző betegség önmagában fordul elő. Ha időben és a rövid időn belül egy adott területen több fertőző betegség fordul elő, amelyek között összefüggés mutatható ki, akkor beszélünk járványról. És még itt kell megemlíteni, hogy vannak olyan fertőző betegségek, amelyek bizonyos területi egységen jellemzően rendszeresen előfordulnak, ekkor beszélünk endémiáról. Mikor alakul ki a pandémia? Pandémia akkor alakulhat ki, hogyha egy új fertőző kórokozó jön létre, mint például a koronavírus esetében, vagy ha egy endémiás, tehát egy adott területen jelenlévő kórokozó kiszabadul a területéről, és szét tud terjedni a világ. A kijutásnak napjainkban nagyon egyszerű módja a közlekedés, a kereskedelem, a turizmus, tehát a kórokozó kiutásának, világon való szétterjedésének a valószínűségét, vagy a valószínűségét ezek a módok megkönnyítik. Mivel arról beszéltünk, hogy új kórokozó jelenik meg, vagy egy olyan kórokozó szabadul ki, amit máshol nem ismertek, nagyon nagy számú fogékony szervezet van a világon, akik megfertőződhetnek ezzel a fertőző ágenssel, és náluk kialakulhat a betegség. Korábban, tehát a koronavírus előtt azért voltak már pandémiák a világban, középkorban a pest is, később a fekete imlő, a kolera, vagy mondjuk 2009-ben a
H1N1 influenza pandémia. Milyen hatásai vannak a pandémiának? Ugye egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásait tudjuk megkülönböztetni. Az egészségügyi hatások azok egyértelműek, nagyszámú megbetegedett, az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége és a megnövekedett idő előtti halálozás is ezek közé tartozhat. Társadalmi hatásaiban ugye megváltozik az emberek mobilitása. Napjainkban is láthatjuk, hogy a maga a közlekedés, az eddig megszokott, hogy mondjam, gond nélküli határátlépések megváltoztak. Fennakadások lehetnek az alapvető szolgáltatásokban, az infrastruktúra működésében, és ez mind a társadalmi lét megnehezülését okozza. Gazdasági hatásairól pedig ugye szintén nem kell beszélni, a kieső munkaerő, a termelés fennakadása, a GDP csökkenése, ezek mind olyan hatások, amelyeket valamilyen szinten kezelni kell, vagy meg kell előzni. A gazdálkodó szervezetek szempontjából, ha a pandémiát nézzük, az egy elhúzódó munkaerőhiánnyal járó esemény, amely veszélyezteti a mindennapi munkavégzést, a folyamatos termelést és a szolgáltatást. Ahhoz, hogy pandémia idején is megfelelő módon tudjon működni egy gazdálkodó szervezet, megfelelő tervezés, felkészülés szükséges. Azonban ennél a tervezésnél tudni kell, hogy a pandémiás terv az nem egy rövidebb időszakra szolgáló terv, mint mondjuk a katasztrófa tervek, hanem egy időben jobban elhúzódó és összességében súlyosabb következményekkel járó krízissel kell számolni. És akkor ugye ez a kérdés, amit feltettem, nem is kérdés, tervezni kell, mert a gazdálkodó szervezeteknek alapvető érdeke az, hogy a működésük folyamatos legyen. Az is alapvető érdekük, hogy a működést veszélyeztető, az üzemfolytonosságot veszélyeztető tényezőket felmérjék, és ezeknek a negatív hatásait minél inkább minimalizálják. Ugye a pandémia a cégek működésére egyrészt kihat azáltal, hogy csökken a munkaerő létszáma. Csökkenő munkaerő létszámmal lehet csak számolni. Ez több okra is visszavezethető, megbetegedés, fertőzéstől való félelem, járványügyi kötelezés, ezen kívül ebbe az irányba hatnak a közegészségügyi járványügyi intézkedések is, mint például iskola bezárások, vagy a tömegközlekedés korlátozása. A 2009-es influenza pandémia tervében szerepeltek ezek a számok, amit itt most felvetítettem. A munkavállalók 20-25%-ának 5-10 napig tartó hiányzásával kell számolni egy pandémia alatt, és ezen időszak, ez a 6-8 hét, amíg egy járvány tart, ezen időszakban ez a hiányzás ez nem egyenletesen oszlik meg, hanem a túlnyomó része a járvány csúcsán fog hiányozni. Ezen kívül a működés folyamatosságához, annak biztosításához, a meglévő munkaerőt pedig védeni kell. Biztosítani kell azokat az intézkedéseket, amelyek a meglévő munkaerő egészségének megőrzését biztosítják. Az üzemfolytonosságot veszélyezteti másrészt az, hogy a partnereknél, beszállítóknál, alvállalkozóknál is lehetnek problémák, fennakadások, vagy egyszerűen az egész működésük leáll, és ezért a pandémiás tervezés során érdemes azt végig gondolni, hogy milyen alternatív módszerekkel tudjuk a cégünk működését biztosítani. Akkor nézzük a pandémiás tervet. Pandémiás terv három fő részből áll. Koordinációs és szervezési kérdésekből, a igényes szabályok meghatározásából, és magának a pandémiás tervnek a kommunikációjából.
Véleményem szerint az első és legfontosabb egy terv készítésénél az, hogy döntés és intézkedés képes válságstábot kell felállítani, ezt nevezhetjük operatív törzsnek is. Ez a cégek méretétől, létszámától függően kell, hogy delegálódjanak oda szakemberek, de én úgy gondolom, hogy kell döntéshozó, kommunikációs szakértő, számítógépes szakember és humán politikus is. Mert ugye a pandémia, a koronavírus pandémia eddigi szakaszaiban is láttuk, hogy munkajogászra, humán politikusra szükség van, hogy a bizonyos alkalmazással kapcsolatos kérdéseket megválaszolják. Kell számítógépes szakember ahhoz, hogy ilyen konferenciákat hozzunk létre, mint most. És kell kommunikációs szakember, aki mindezt a hallgatósággal, az érintettekkel közli és megérteni. Ennek a válságstábnak feladata, hogy a pandémia lehetséges hatásait vizsgálja, és ezeket adaptálja, aktualizálja az adott cégre. Kell, hogy egyeztetéseket folytasson le a partnerekkel, valamint a járványügyi szervekkel is a pandémiás terv készítése során, és ki kell dolgozni azokat a megelőző intézkedéseket, amelyek a működés folytonosságát biztosítják. Ezen kívül erre a tevékenységre bizonyos pénzösszegeket is el kell különíteni, gondolok itt a szükséges intézmények beszerzésére, stb. Ha magát a szervezést nézzük, ugye minden cégnél vannak fontos és még fontosabb munkakörök. A működéshez elengedhetetlen munkaköröknél a helyettesítés rendjét szükséges előre meghatározni, hogyha ne adj Isten egy munkatárs kiesik, akkor se álljon meg a cég működése. Vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy a veszélyeztetett csoportban dolgozó, vagy akik olyan munkakörben dolgoznak, amit home office-ból is lehet csinálni, a távmunkát lehet-e biztosítani, valamint szükséges a szabadságolási tervnek a felülvizsgálata, mert ilyen csökkent munkaerő helyzetben a szabadságolási tervet ugye nem lehet fenntartani. Szabályozást érdemel még az üzemen belüli mozgás, az üzemre történő belépés meghatározása, valamint a cég munkavállalóinak kül- és belföldi utazásainak szükségessége, és a találkozást igénylő továbbképzések, meetingek elhalasztása, vagy ilyen digitális térbe történő áthelyezése, mint amilyenben mi is most vagyunk. A pandémiás terv második része a higién és szabályok meghatározása. Itt a higién és szabályokat úgy kell meghatározni, hogy a feltételezett fertőző ágens ellen legyenek hatékonyak, tehát olyan intézkedéseket, olyan korlátozó intézkedéseket, olyan szabályokat vezessünk be, ami az adott kórokozó terjedését tudja meggátolni. Ezért is fontos a felkészülés során a járványügyi hatósággal történő egyeztetés. Most csak példaként említem, hogy például cseppfertőzés ellen terjedő kórokozó elleni védekezés során a pandémiás tervben szükséges feltüntetni a távolságtartási és viselkedési szabályokat, a fertőtlenítési szabályokat, a szükséges egyéni védelem és műszaki megelőzés szabályait, valamint amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő védőoltás feltételeinek, tehát megszervezésének szabályait, és ha van megfelelő szűrési lehetőség az adott betegség ellen, akkor annak az alkalmazási szabályait. Itt ezek a szabályok, ezek mind a kórokozók terjedésének megelőzését hivatottak szolgálni. Ami a pandémiás terv kommunikációját illeti, én úgy gondolom, hogy azt minden munkatársnak ismerni kell.
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a munkatársak ezt a tervet véleményezzék, és ez alapján ezt a tervet aktualizálni szükséges, és a pandémiával kapcsolatos információkat a munkavállaló részére transzparensen elérhetővé kell tenni. Ez segít megelőzni az álhírek, téves információk terjedését. Valamint úgy gondolom, hogy minden cégnél fontos, hogy nyilatkozattételi rendet dolgozzon ki, tehát legyen az a kompetens személy meghatározva, aki tudja, hogy kinek és miről adhat nyilatkozatot. Ez egy checklista, amit megpróbáltam ide bemásolni, ami ahhoz kell, hogy milyen feladatokat kell végrehajtani, és milyen feladatokat végeztünk el, ahhoz, hogy a pandémiás terv elkészítéséhez szükséges kérdésekre választ kapjunk. Én úgy gondolom, hogy pandémia esetén az összefogás nagyon fontos. Fontos, hogy mindenki a saját jó gyakorlatát megossza, és fontos az, hogy ahogy eddig is például mutassanak abban a felelősségvállásban, ami a pandémia elleni harcot illeti. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Most hogyan tudok visszamenni? A screenre, doktor úr, ha visszakapcsolja, ugyanúgy, ahogy a mikrofon, ott lent a mikrofonnak mellett, ahogy bekapcsolt, azt vissza is tudja kapcsolni. Visszatérjük. Megvan. Jó. Tökéletes. Tökéletes. Na, röviden ennyit szerettem volna. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr. A pandémiás terv készítéséről, de ahány cég, annyiféle pandémiás terv van, mert mindenkinél máshogy dolgoznak az emberek, mindenki máshol foglalkozik, és máshova kell helyezni a hangsúlyt. Így van. Köszönöm szépen, és akkor lennének kérdések, amik így felvetődtek. Az első mindjárt az, hogy tömeges megbetegedés, mit értünk rajta? Sok cégnél tapasztaltam én magam is, vagy amikor ilyen fórumokon beszéltünk, hogy igazából majdnem, hogy az volt, hogy szinte senki nem ismert még koronavírusos emberkét, de már ugye védekünk. Hogy ez milyen szakasza, és ez hogy jelenik meg a cégünknél? Ez várhatólag most fog-e bekövetkezni, még ezután, vagy erről mit lehet tudni? Maga a tömeges megbetegedés, ha a koronavírusról beszélünk, akkor az világméretben már tömegesnek minősül. Európában is tömegesnek minősül. Magyarországon a megbetegedések száma, jól tudom, a pozitív személyek száma 2700 körül van. Ez is nagy szám, és alapvetően, mivel minden megye, minden területe az országnak érintett, én azt mondhatom, hogy ez a csoportos megbetegedés fázisa. A tömeges fázis azért nem jött el, mert a korlátozó intézkedések megakadályozták a vírus gyorsabb terjedését. És a mostani lazítással van-e még veszély a tömeges megbetegedési szakasz elérésére, vagy ez már elmúlt? Én úgy tudom, hivatalosan még nem láttam a lazítás forgatókönyvét, annak a szabályait, de ezek nem végérvényes könnyítések, hanem kis lépésekben történnek meg a könnyítések, és a járműügyi hatóság folyamatosan figyeli a megbetegedés alakulását. Amennyiben olyan tapasztalatok lesznek, hogy a megbetegedések. Eltűnt a képernyő. Mi halljuk önt. Ja, jó. Hallanak teljesen? Igen. Tehát amennyiben a megbetegedések száma még inkább emelkedik, akkor most nem, igen. Hallott? Igen, doktor úr, halljuk. Jó, csak mert valami miatt a kamerám kikapcsolt, és hirtelen sok minden megjelent a képernyőn. Ez elképzelhető, hogy egy internet kapcsolat miatt van ez így, amikor már túl sokan vagyunk, és mindenki használja ezt az online-ot, akkor lecsökken, de ez semmi baj, hallani halljuk. Jó. Igen, következő kérdés. Igen, a
Fölmerül egy ilyen, ugye tetszett említeni, doktor úr, itt a pandémiás tervben az ellenőrzési listát is, meg egyáltalán, hogy hogyan kell ezt összeállítani. Az előadás anyaga, illetve ez a checklistát, ezt megkaphatjuk-e doktor úrtól, és nyilvánossá tehetjük-e a fórumon megjelent cégek tulajdonosai? Minden további nélkül. Köszönöm szépen, ezt meg fogjuk akkor tenni. A következő felmerülő kérdés, a benne a pandémiás tervben is külön megemlítette itt a fertőtlenítés kérdését. Van egy eset, mondjuk észreveszünk egy koronavírus, vagy egy kolléga koronavírusos lesz, kiderül róla, akkor a cégnél ebben az esetben mi lesz az ajánlott, hogyan kell működni egy ilyen fertőtlenítésnek, erre valamilyen szakembert kell hívnunk, ezt kell beleírni a tervbe, vagy ezt magunk is meg tudjuk tenni, esetleg zárlat alá kerül a cégünk? A zárlat alá semmiképp nem kerül, tehát válasszuk ketté. A járványügyi hatóság, ha amennyiben pozitív személy kerül a tudomására, akkor a pozitív személynek a kontaktjait felderíti. Ezek közül a kontaktok közül a szoros kontaktok járványügyi megfigyelését rendeli el 14 napra. Tehát céget nem helyezünk karantén alá, hanem csak az éri a pozitív személlyel szoros kapcsolatba került embereket. Ami a cégnél a további teendőket illeti, semmi extrára nem kell gondolni, mert feltételezésem szerint minden cégnél fertőtlenítő takarítást folytatnak most. Figyelnek arra, hogy a felületeket fertőtlenítő szerrel töröljék át, hogy a kilincseket fertőtlenítsék. Amennyiben ezek a beavatkozások megtörténnek, én úgy gondolom, hogy pozitív személy megjelenése után sincs szükség mondjuk helységfertőtlenítésre vagy ózongenerátorra, hanem a megfelelő koncentrációban és megfelelő módon használt felületfertőtlenítő szerek elégségesek arra, hogy a esetleg környezetben életképes vírus részecskéket vagy víruspartikulákat inaktiválják. Értem. Köszönöm szépen. Pandémiás terv készítése egy cégnél kötelező, vagy észszerű, vagy az a cég dönti el, hogy megcsinálod? Nem kötelező, hanem, mint mondtam, minden cégnek érdeke az, hogy felmérje, hogy egy csökkent munkaerővel, korlátozott beszerzési környezetben milyen módon tud tovább működni, vagy akar-e tovább működni. Ezeket végig kell gondolni, és minden cégnek saját magának kell eldönteni, hogy a tevékenységét milyen körben folytatja tovább. Lehet látni például mostani időszakban is voltak cégek, akik azt mondták, hogy bezárunk, nem dolgozunk, voltak cégek, akik azt mondták, hogy bizonyos szabályok betartása mellett működik tovább. Tehát ez minden cégnek a saját józan belátására van bízva. Értem. Köszönöm. Védőfelszerelés. Ugye halljuk, látjuk, főleg a boltokban, vagy benzinkutaknál, és el is hangzik ez a plexi burkolat, ugye győri példát tudunk mondani, ugye a győri mérnökök a kórháznak kifejlesztettek gyorsan ilyen maszkokat, ami nem az a maszk, amit mi is hordunk, hanem ugye ez a plexi maszk. Igen. Erről ez ilyen típusú végezés a doktor úrnak mi a véleménye? Ez mondjuk egy revőszolgálaton, ahova jönnek be az emberek, ez egy célra vezető megoldás, jó dolog, vagy erről mi a vélemény, erről a védekezésről? Alapvetően az egyéni védőeszközök használata mellett a műszaki megelőzés lehetőségeit is vizsgálni kell a pandémiás helyzet kezelésekor. A plexi, mint egy fizikai gát, nagyon jól működik a cseppfertőzéssel terjedő betegségek megelőzésénél, mivel megakadályozza azt, hogy az esetleges beteg ügyfél a ügyfélszolgálati munkatársat közvetlenül leköhögje, közvetlenül a cseppfertőzés hatása alá vonja. Úgyhogy szerintem ez egy pozitív dolog. Értem, nagyon köszönöm. Következő kérdés, doktor úrnak mi a vélemény az ózongenerátorral végzett fertőtlenítésről? Az ózongenerátorral végzett fertőtlenítés
Az egy kérdéses dolog, de működhet, csak az ózongenerátor használatának megvannak a működési feltételei. Tehát ha valaki ózongenerátort használ, akkor folyamatosan biztosítania kell neki a légtér ózon tartalmának a vizsgálatát is, mivel egy veszélyes gázról van szó, ami egészségkárosodást is tud okozni. Értem, tehát megfelelő használat mellett van értelme az ózon. Megfelelő munkaegészségügyi vagy munkabiztonsági feltételek mellett az ózongenerátor használható. Igen. Köszönöm szépen. Hasonló kérdés, megfelelőnek tartja-e a, hát remélem jól olvasom, germicid lámpa használatát optikai üzlet vizsgálójában? A germicid lámpa az egy UV-fényt kibocsátó fertőtlenítő eszköz, ami a levegőben esetlegesen lebegő kórokozók elpusztítására szolgál. Alapvetően a levegőt meg, hanem csak az általa kibocsátott fény hullámokat hozzák ezt a fertőtlenítő hatást. Régebben nagyon elfogadott volt, majdnem mindenhol volt, de most sem tudok ellene mit mondani. Ha valaki szeretné használni, nyugodtan használja. De mindezek mellett a felület fertőtlenítésről nem szabad elfeledkezni, mert ha az asztalon egy csebben vagy egy darab más váladékban ott marad a kórokozó, akkor azt a germicid lámpa nem fogja inaktiválni. Köszönöm szépen. Pandémiás telephez még egy kicsit visszatérve, tehát elhangzott, hogy a cégnek a önálló saját érdeke, hogy egy ilyet csináljon, amúgy nem kötelező, nem számunk érhető, de ha szeretnénk, mert belátjuk, tudjuk, kell, de nem vagyunk szakértők, hiszen mi lehet, hogy egy termelő cégünk van, vagy egy szolgáltató cégünk van. Kihez fordulhatunk? Vannak-e pandémiás szakértők, akik segítenek ezt megírni? Van esetleg valamilyen letölthető kis útmutató formanyomtatvány erre, amit ha végigmegyünk és értelmszerűen kitöltünk, akkor egy relatív jó pandémiás tervet kaphatunk. Ilyen, ez azért is érdekes kérdés, mert ez több cégnél is tudom, hogy a kezdetek kezdetén, amikor a járvány hát így kitört itt Magyarországon is, akkor ezzel küzdöttek, hogy hova forduljanak, és nem nagyon volt, aki tanácsot adott volna ezügyben. Erre én azt tudom mondani, hogy cégek biztos vannak, akik ezzel foglalkoznak, de hogy ők milyen minőségű munkát végeznek, azt nem tudom. Kockázatelemzés vagy munkai kockázatértékelés kapcsán is vannak cégek, akik standard dokumentációkat küldenek szét a különböző partnereiknek, és azt mondják, hogy ezzel a kockázatértékelés le van tudva. Én azt gondolom, hogy ha egy cégnél leülnek azok az emberek, akik érdekeltek abban, hogy a cég működjön, és végig gondolják azt, amiről beszéltem, tehát, hogy milyen gátjai lehetnek a folyamatos működésnek egy pandémia során, és azt hogyan tudják kiküszöbölni, akkor már egy lépéssel közelebb jutottak a megoldáshoz. Azt is mondtam, hogy a járványügyi hatósággal lehet egyeztetni ennek a tervnek a készítése során, abból a célból, hogy a szükséges higién és intézkedésekben tanácsot adjuk. Tehát ha egy cég megkeres minket, hogy ő pandémiás tervet szeretne csinálni, mondjuk influenzára, koronavírusra, akkor valószínűleg meg tudjuk mondani, hogy milyen fertőtlenítő eljárások és milyen egyéni védelem az, amely az adott cég tevékenységét figyelembe véve optimális. Nagyon köszönöm, ez nagyon fontos információ volt, tehát akkor bátran keressük Önöket ezügyben. Következő kérdés, újrainduló vendéglátó helynek van-e kötelezően betartandó eljárási rendje? Nem tudok róla. Valószínűleg a nyitás előtt ki kell takarítani, mert azért ennyi idő alatt beborosodtak a bútorok. Nyilván, és akkor ugyanaz a fertőtlenítési szabályok, vagy javaslatok vannak, ami más. És közben pedig ugyanúgy a fertőtlenítő takarítás, de ez egy vendéglátó egységnél nem újdonság, mert szerintem ott ezt folyamatosan végzi. Így van, nyilvánvalóan én is
így gondolom. Oké, következő kérdés. Ugye itt a védőfelszerelésekről azért mind a tájékoztatásban, mind pedig önnél is elhangzott a védőfelszerelésnek a használata. Ezzel kapcsolatosan is voltak az elmúlt időszakban némi nemi anomáliák, ugye nehéz volt beszerezni maszkot, vagy akár fertőtlenítő szert, vagy kesztyűt. És ment a találgatás, illetve sokan például ráálltak, ugye tudjuk itt a megyében is, mondjuk maszkot készíteni. Honnan tudjuk? Szeretnék venni valakitől, honnan tudom, hogy az hasznos lesz, megfelelő-e, vagy az rossz minőség, van-e erre valamilyen útmutatás, hogy hogy lehet ezt eldönteni? Hát, következő van, a légzésvédő eszközöket két csoportba lehet osztani. Vannak a munkavédelmi légzésvédő eszközök, ezek az FFP3, FFP2, különböző friss levegős készülékek, ezeknek a minősítését, ha jól tudom, az OMMF végzi. De nem vagyok benne biztos. A másik része a légzésvédő eszközöknek az egészségügyi ellátásban használatos. Ezeket pedig az UGI, az Országos Gyógyszerészet és Élelmiszertudományi Intézet minősíti, mint orvostechnikai eszközt. Ezeknek a minősége akkor megfelelő, hogyha CE jelzést találunk rajta. Az, hogy az otthon megvart 3 vagy 4 rétegű pelenkából készített maszk milyen védő hatással rendelkezik, azt nem tudom megmondani, de nagy valószínűség szerint megfelelő hatásfokkal. Értem. Köszönöm szépen, nagyon fontos információt, azt hiszem, ami most is elhangzott. Mit ajánlana meg levegő tisztítására, vírusmentesítésére egy újrainduló fogorvosi rendelőben? Vannak levegőtisztító készülékek, de ezeket koronavírusra még szerintem senki nem tesztelte. Én nem tudom, hogy ezek a berendezések milyen hatásfokkal tudnak üzemelni. Csak azt tudom mondani, hogy egy alapos fertőtlenítő takarítás az biztosan jobb hatásfokkal működik, mint egy ilyen levegőt keringető szűrő berendezés. Én nem rendelkezem információval arról, hogy ezek milyen módon végzik a levegő fertőtlenítését. Biztos vannak különböző fizikai, vagy nem tudom milyen módszerek, de az, hogy koronavírusra még egyiket sem tesztelték, az valószínű. Értem, nagyon köszönöm. Hát azt hiszem, itt nem látok most több kérdést. Azt hiszem, hogy ismét hát egy csomó információval, vagy pontosítással rendelkezünk, és egy nagyon fontos dolog, doktor úr többször is megemlített, tehát fordulhat a járványügyi hatósághoz, hogyha a pandémiás tervvel kapcsolatosan, a fertőtlenítéssel kapcsolatosan kérdésünk van, és segíteni fognak. Bátran, én is azt ajánlom, akkor így mindenkinek így felhatalmazva érzem magamat, hogy akkor én is fölhívjam a figyelmet, hogy forduljunk a hatósághoz, és talán a legértőbb kezekből kaphatunk információt, hogy hogyan is csináljuk meg. Illetve talán a legfontosabb dolog ez a fertőtlenítés, a józan észnek megfelelő komolysággal vett fertőtlenítés egy nagyon fontos megelőző intézkedés lehet a részünkről, hogy megoljuk mint a munkatársainkat, mint pedig esetleges partnereinket. Órámra nézek, és ugye nagyon szigorúan tartjuk magunkat az időkorláthoz, mert ennek az online működésnek ez is egy nagyon fontos tanulsága, hogy az időt tartsuk, és nem látok több kérdést sem, úgyhogy ezzel a záró gondolattal még egyszer nagyon szépen köszönöm tiszti főorvos úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, nagyon hasznos információkkal szolgált a vállalatvezetők számára. Engedjék meg, hogy megköszönjem a részvételüket. Doktor úr megígérte, tehát, hogy akkor megkapjuk a prezentációt, és ezt körbe tudjuk küldeni, ebben is ugye a checklista is például egy nagyon hasznos dolog az, hogyha valaki ezen a területen szeretne elindulni. És hogy engedjék meg, hogy ezzel
megköszönjem még egyszer a részvételüket, mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, úgy tűnik, hogy napos időnk lesz, tartsák be azért a szabályokat, maradjunk otthon, hiszen ebben a szép időben ki lehet menni a kertbe, és ott is lehet talán sütögetni, vagy éppen kertészkedni, ami talán veszélytelen is, és mégis jól érezzük magunkat, a családunkat. Mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, jó majálist, május 1-ét kívánok, ne felejtsék el, hogy a hétvégén anyák napja is van, köszöntsük az édesanyákat, hiszen nélkül nem lehetnénk itt, akinek még van rá lehetőség, az adjon hálát az Istennek, hogy még köszöntheti az édesanyját. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, doktor úrnak köszönöm még egyszer a nagyon profi prezentációt, és hát mindenkinek még egyszer nagyon kellemes hétvégét kívánok. A viszontlátásra, találkozunk nem sokára. Viszlát, szervusztok! Viszontlátásra!